Nem sok ideje volt pihenni a lufi hajtogató bohócnak és az arcfestőnek ma a Mezei utcai közösségi ház gyermeknapi rendezvényén. Délelőtt a Csongrádi utca és a Juhász utcai óvodákból érkeztek gyermekek. Ők a Ciroka Bábszínház előadását láthatták először, majd játékok várták őket az udvaron. Szeberényi Gyula Tamás, a polgármester is ellátogatott a helyszínre. Akkor egy kis ajándékkal kedveskedni önöknek, nektek. Most a polgármester úr jelenlétében sok szeretettel akkor átjutanánk egy-egy popcorn. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Radics Kálmán a Közösségi Házat üzemeltető egyesület elnöke nem csak harapnivalót, de vadonatúj játékokat is vásárolt ajándékba az óvodáknak. Az alpolgármester a stábunknak a helyszínen elmondta, fontos gesztus ez, és nagyon fontos feladatot lát el maga a Közösségi Ház is. Hangsúlyozta, minden erőfeszítés egy irányba mutat, hogy a hátrányok, amelyek a gyerekeket a lakó vagy szociális környezet miatt érik, minél inkább eltűnjenek. A felzárkóztatás egy olyan terület, ahol senki nem hordozza magánál a bölcsekkövét, senki nem tudja, mi az abszolút jó megoldás, de próbálkozni kell, és vannak sikeres lépések. Az alpolgármester abszolút eredményesnek ítéli a Közösségi Ház működését. Jövőre egy új program is indul, amely során a születéstől kezdve foglalkoznak majd a szakemberek a hátrányos helyzetű gyermekekkel és szüleikkel. A folyamatos rendezvényszervezés mellett a Közösségi Házban korrepetálással is segítik az iskolás gyermekeket, akik közül sokan délután szintén ellátogattak a gyermeknapra.